Adott esetben matematikailag is eldőlhet az, hogy Pála Balázs bajnok lesz, de az a valószínűbb, hogy majd az utolsó fordulóra, a Nürburgringi viadalra marad a bajnoki cím eldöntésének kérdése. Ebben a pillanatban leng a zöld zászló, és kezdődik a verseny. Pála Balázs jól kapja el a rajtot, és rögtön uralni tudja a mezőny, de természetesen rögtön 5-6-an egy sorban, egy oszlopban egymás mellett próbálják átfűzni magukat az első kanyar kombinációkon. És ebből azt tűnik ki, hogy Pála Balázs meg tudja tartani az első helyet, Sinka azonban föllépve két helyet följött a második helyre. Majoros és Horhi az, aki mögötte van. Horhi Hunor esett vissza kettő helyet, ő tehát csak a negyedik helyen, Leitner pedig az ötödiken. Azért vannak pálya elhagyások, hogyha nézzük ezeket a képeket. A 13. helyet próbálná majd valamikor átvenni Kovácstól Balazsin, itt pedig már ez a majoros féle küzdelem, ami Horhi Hunorral zajlik. Majoros ezúttal pórul jár, és Horhi valószínűleg a belső éven meg is tudja őt előzni, mögöttük pedig Leitner vár a lepattanóra. Elképesztő csata folyik itt a hetedik helyért, és ó, nagy Levente, nagyon agresszív manőverrel beszúr Viski mellé. Úgy érzem, hogy Viski nem volt eléggé agresszív az előző Pála Bálinttal szembeni csatában. Kovács mögött pedig kopogtat már Mihalidesz. Hogy dobált Kovács az autóját. Kovács hát Bence és Mihalidesz is BMW-vel van. Pont ezt akartam mondani, hogy a BMW az ilyen szempontból egy jó választás. Mihalidesz jön előre, nagyon szépen kihasználta azt a pillanatnyi megingást. Horhi valamit hibázhatott, mert két pozíciót is elveszített két kanyar alatt. Ezzel Horhi volt. Megnézzük, hogy mi történt Horhival. Aha. Beszúrt mellé Majoros, egy kicsit nézte el a féktávot, Majoros berakta mellé az autót, és Horhi Hunor apró hibáját kihasználva Leitner is el tudott menni mellette. Itt egy kicsit, hogyha hátrébb nézzünk, akkor Bábszki megint abban a narancssárga autóban nekünk bal oldalt, szép lassan, ahogy fordul a kamera jobb oldalt, veszít egy pozíciót véggel szemben. Belevívták előbb is a küzdelmet, és itt azért óriási csata van. Most visszaszúrja az autót Bábszki, azonban mögötte rögtön 6-7-8-an, akik a nyomába erednek ennek a párosnak, amely vívja ezt a küzdelmet. Azért szép ez is, és hogyha megnézzük a köridőket, akkor ők sincsenek annyira lemaradva az élmezőnytől. Pála Bálint sokkal gyorsabb tudna lenni az előtte levőknél, több kanyarban is föltartották őt. Úgy tűnik, hogy most elégelte meg, és megint ugyanott teszi be az autót, mint azt az előző körben próbálta. Ezúttal azonban sikeres az előzési próbálkozás. Verseny végére úgy tűnik, hogy több gumija maradt, és Balazsinnal történt valami. Szerintem kapott egy slowdown. Ezen a szekción eléggé könnyen össze lehet hozni egy ilyet. Na nézzük, hogy mi történt. Így van, így van, így van. Levágta a kanyart Balazsin Bence. Érkezik a célegyenesbe Pála Balázs, aki egy újabb futamgyőzelmet gyűjt be, és ezzel nagyon-nagyon közel kerül, egyre közelebb van a bajnoki címhez Pála Balázs. Sinka Dániel végül a második, Leitner a harmadik. Várunk a zöld zászlóra, és várunk arra, hogy lepadlózzák a versenyzők a gázperát. Ebben a pillanatban neki is lódulnak. Van ott egy kiugró autó, van, aki már most megpróbál néhány pozíciót fogni, de akkor nézzük az első kanyart, hogy simán át tud-e jönni a mezőnyre, remélhetőleg igen, de hogy milyen pozíciókban, az még nagy kérdés. Méri Ambrus megtartja az első helyet, és természetesen Mihalidesz itt a tizedik hely környékén kell figyelni a dolgokat. Mihalidesz megbördül, és ott az egyik impulzus versenyző is hátraesik. Nagy Szilárd az, aki benne volt még ebben a balesetben. Nagyon agresszív volt Mihalidesz, nagyon belül fordult, és ennek nem csak ő, hanem Nagy Szilárd is megitta a levét. Nagy Szilárd nem először ebben a szezonban. Nézzük még egyszer Mihalidesszel, mi történt a rajtnál. Agresszív volt, betette belülre az autót Lantos Balázs mellé, és aztán Lantossal összekoccanva, valami nem csak Lantossal koccant össze. Na nézzük akkor, Pála Balázs és Leitner. Leitnert taszigálta, illetve Leitner taszigálta Pálát, és ott föltorlódott a mezőny, és ez volt az oka annak, hogy végül Pála megpördült. Nagyon érdekes eset volt. Jól láttam, akkor Lantos Szabolcs volt az, aki az... Aja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 j
szerintem... És hát tulajdonképpen visz magával mindenkit. Jön Pála Balázs, miközben Pála Bálint is pozíciót nyert. Ó, eddig a pillanatig! Egy drámai pillanat Pála, a másik Pála, a fiatalabb Pála. Bajba kerül, Szenteszki forgatta meg, illetve hát vele koccantak össze, ez egészen biztos. Ebből a kameraképből számomra nem derül ki egyértelműen, hogy mi történt.
Iski Roberttel szemben, na közben pedig Ola ereszti be az autót, lehet, hogy el fog menni Lantos mellett, hát így aztán meg eléggé valószínű, hogy nem Lantos mellett fog elmenni, hanem mellette fog elmenni Leitner, ugyanis eléggé beleakadt Lantosba, sőt nem csak Leitner megy el, hanem elmegy még Horhi is, és lehet, hogy Szenteszki is be tudja szúrni az autót, azért megpróbál még visszajönni Ola. Itt pedig Balazsin Bence, fú, agresszívan, de tökéletesen meg. Bemutatott manőver Kunszabó Gergellyel szemben. Leitner Norbert pedig megfutja a verseny leggyorsabb körét. 2:15.096 és meg is csinálja az előzést. Méri Ambrus mellett jön föl a második helyre, és Viski Robert azok után, hogy végigvezette a versenyt, most el kell, hogy kezdjen nézni a tükörbe. Na és na, akkor itt próbálkozik a Leitner már. Leitner be is teszi az autót, és akkor nézzük. Leitner átveszi az első helyet. Átveszi az első helyet. Az azonban biztos, hogy sokkal gyorsabb volt Leitner, mint Viski, aki befordul a célegyenesbe, és megszerzi a futamgyőzelmet. És ezzel életben tartja a bajnoki esélyeit. Nagyon fontos futamgyőzelem, nagyon fontos 48 pont, ugyanis Pála nem fog túl sok pontot szerezni. Ugye Viski lett a második, Lantos a harmadik helyen ért célba,